Gratulálok a győzelemhez, fontos 3 pontot szereztek idegenben. Hát igen, köszönjük szépen a gratulációt. Mérsékeltebb játékkal sikerült ez. Szerintem maga biztosan megnyerte ezt a mérkőzést. Egy picit passzjátékban nőttünk az ellenfél fölé. Mondom, mérsékelt volt az a mai játékunk, mert azért mi ennél sokkal jobb teljesítményre vagyunk képesek. Kicsit olyan elváltak voltak a játékosok ma. Ez a harmadik mérkőzésünk, amit sikerül hála Istennek nullára lehozni. Sok fiatal van, ügyesek, csak sajnos egy picikét néha szereburdiak, és tudnak produkálni egy ilyen mérkőzést, és ami lehetett volna még könnyedébb, nem a gólarány szempontjából, hanem fölszabadultabban játszottak volna, és akkor élvezik a játékot. Az elején volt 3 lehetőségünk, elhibáztuk, kaptunk egy semmiből egy 11-est, ami hát jogos 11-es volt végül is, és onnantól kezdve nincs miről beszélni, tehát egyszerűen 11-en voltunk, van egy sérült játékos, aki lejött a kispadra, akinek megköszönöm, hogy így is lejött a kispadra is, beállt. Minden csapat részben rosszul játszunk, meg hát hitehagyottan nincs edzés, nincs munka, és innentől kezdve nem is tudunk miről beszélni, tehát annyian vagyunk csak amennyien lép, hogy ki tudunk állni, tehát ez így nem lehet, ez egyszerűen nem lehet elég mondani. Edzői szempontból gondolom meg kellene találni azt, hogy hogyan lehet motiválni a játékosokat. Hát azt úgy lehet megtalálni, ha lehet, van olyan játékos, aki edzésre jár, akivel el lehet cserélni, aki rosszul játszik, aki nem jön edzésre, és sajnos itt nincs ilyen, annyian vagyunk amennyien, és innentől kezdve nincs motiváció. Itt a motiváció kispályás foci, beindult a kispályás bajnokságon, attól kezdve a csapat rosszul szerepel, ez egyértelmű. 2 forduló van hátra, ami hát vegyünk hol is írva, ami megint nehéz, nagyon nehéz, bár nekünk minden mérkőzés nehéz. Itt az, hogy ezt befejezzük, és tehát döntsük, hogy mit akarunk tovább, hát ugye így nem lehet. Tehát ilyen, így munkanélkül nem lehet belemenni semmi másba.